A napokban minden iskolába kiszállítják azt a 13 millió darab tankönyvet, amire 11 milliárd forintot költött a kormányzat, tájékoztatott az oktatási tárca képviselője. A hírek szerint jövőre a 9. osztályon túl is jár ez az ingyenes lehetőség a fiataloknak. Csökkent az ezzel kapcsolatos bürokrácia, hiszen mostantól nem az iskolák feladata a számlázás és elszámolás. Néhány jogszabályi változás is életbe lép az új tanévvel. A magántanulóság intézményét érintette az egyik jogszabályváltozás, ahol ugye az eddig intézményvezetői hatáskörből egy jóval egységesebb állami felügyeletét szeretnénk ennek a területnek bevezetni, mert nagyon eltérő gyakorlatok indultak el az utóbbi időszakban. Ugyanígy a következő, tehát nem a most kezdődő, a 2020-as tanévet érintik majd a 3 éves és a 6 éves kori óvodai és iskolai beiskolázással, vagy ezt érintő szabályváltozások. Maruzsa Zoltán beszélt azokról a szakmai folyamatokról, mely például a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását szabályozza, illetve a határtalanul program kibővítéséről. Kiemelte, hogy a megyénket is érintő viharkárok elhárítására a kormányzati tartalékok biztosítottak. Egyre jobb kondíciókkal kezdi az új tanévet a nyíregyházi oktatásügy, fogalmazott a polgármester. Az infrastrukturális fejlesztések biztos hátteret adnak az iskolai munkának. Az önkormányzat az oktatást nagyon fontos, kiemelt területnek tekinti a város jelenében, jövőjében, ezért bár már mind a fenntartás, mind a működtetés állami szervezetek feladata, nem kívülről tekintjük, hanem támogatjuk minden lehetséges eszközzel magát a szervezeteket, nagyon jó a kapcsolat a tankerülettel, a szakképzési centrum, az idén is 3 iskolát az önkormányzat felújított, tavaly 4-et, újraindul a most már 6. év a tanszercsomag, tehát a nyíregyházi általános iskolások kb. 4500 diák az önkormányzattól ingyenes tanszercsomagot kap. A Nyíregyházán megalakított köznevelési tanács hivatása éppen az, hogy a megváltozott körülmények ellenére is folyamatos legyen a párbeszéd az iskolák és az önkormányzat között. A nevelésügyben dolgozók nyilván teljes körét érdekli a bérrendezés. A bérfejlesztés kapcsán még egyeztetésben, tárgyalásokban vagyunk a szakszervezettel, illetve köznevelési érdekegyeztető tanáccsal. Itt ezek tovább folynak az ősz folyamán. Ugyanakkor, amire már döntés született, csak kormányrendeleti részletszabályokat kell megalkossunk. Ezek az intézmény vezetői pótlékok, ezek a bérelemek. Ez a következő heteknek a jogszabályozását hozza majd magával. Minden esetre a fedezet a kormányzati tartalékokban rendelkezésre áll. Szerintem most a rendezvényen megjelenő több száz intézményvezető is ezeket izgatottan várja majd a közeljövőben. Az oktatási tárca szakembere szólt a fejlesztések kapcsán a most is zajló 800 beruházásról, mely érinte a Modern Városok programot, EFOP-os pályázatokat és energetikai korszerűsítést, tornaterem, tanúszoda és tanterem bővítési tervet, mely a teljes oktatási rendszert átfedi.